A Kossuth-toborzó Cegléd igazi városi ünnepsége. Hagyományosan ilyenkor adják át a díszpolgári címet, vagyis a városért, a közösségért végzett áldozatos munkát, a kiemelkedő alkotókat ismerik el. Az elismerés azonban nem érhet véget az oklevél átadásával, az utókornak kötelessége ápolni a kiemelkedő személyiségek emlékét. Ezért határoztak úgy még 2008-ban, hogy ezen a napon az elhunyt díszpolgárok és a város néhai polgármestereinek sírját is megkoszorúzzák. A református öreg temetőben kezdték a megemlékezést. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol majd minden levelét így kezdi, így szoktuk kezdeni az Isten tiszteleteinket ezzel az igével. Köszöntöm mindazokat, akik el tudtunk jönni, hogy a mai napon megemlékezzünk Cegléd híres szülötteiről, ahogyan ezt szoktuk minden évben tenni. A város elhunyt díszpolgárai és a volt polgármesterek emléke előtt tisztelegtek tehát a háromnapos rendezvény nyitányaként a város egyházi és köztemetőiben.